Kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Ne Felejts Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület mai rendezvényén. 14. alkalommal rendezzük meg a hagyományőrző programot. A maroknyi, békési hagyományőrző, kultúrabarátból álló civil szervezet ismét vidám, tavaszváró programot állított össze. Az egyesület tagjai tisztelik és ápolják a népi kultúrát, őszinte szívvel és szeretettel készülnek hagyományőrző rendezvényeinkre. Kedves vendégeink! Elsőként Dihán Ferenc mesét mond a megjelenteknek. Fercsi a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 8. C-osztályos tanulója, és remélem nem haragszik meg azért, mert így szólítottam, de szinte születésétől kezdve állandó résztvevője a Ne Felejts Egyesület rendezvényeinek, hol jelenlétével tisztel meg bennünket, hol fellépőnként van jelen, mint a mai nap is. Felkészítője édesanyja volt Dihenné Rucz Erika, óvodapedagógus. Fogadják szeretettel Dihen Ferenc előadásában a Mackó úr meg Ordaskoma című mesét. Mackó úr meg Ordaskoma. Egyszer régen Mackó úr meg Ordaskoma együtt indultak el ennivalót keresni. Ahogy mennek, mendegélnek, egyszerre csak Mackó uram orrát megcsapja egy édes kis illat. Egy fa odvába elvadult méhek gyűjtötték az édes, illatos lépes mézet. Természetesen azért, hogy az ő életét édesítsék meg vele. De Mackó uramnak lehetett már egy némely gonosz tapasztalása a méhek rossz természetéről. Törni kezdte a fejét, hogyan juthatna baj nélkül hozzá a mézhez. Ho-ho, gondolta, itt van ez az én derék ordas barátom. Szelíd, kedves jószág, a légynek sevét. De ésszel nemigen áldotta meg az Úristen. Kikapartatom én azzal a tüzes gesztenyét? Akarom mondani a lépes mézet. Azzal a méznél is édesebb mosolygással fordult Ordaskoma barátjához. Hallod-e, koma? Akarsz-e belnézni a tündérek kutyába? Hogy micsoda, morogta a koma, a tündérek kutyába? Hát az meg micsoda! Te nem tudod, mi az a tündérek kutya? Látszik, nem jártál te annyi híres nemes iskolába, mint én. Hát tudd meg, hogy aki a tündérek kutyába belenéz, az azt látja benne, mi személynek, szívének a legkedvesebb. Mondjuk egy gyöngehúsú idei bárányt, kiáltott fel a koma. Azt, hagyta hajbe Mackó uram. Látod, megértettél, nem vagy te olyan ostoba, mint amilyennek látszol. No, morogta a koma. De mit ér az, ha csak látom azt a bárányt? Hát azt éri, hogyha kimondod a varázsgét, hogy azt mondja, burgu, targa, farga, kargas, akkor egyszeribe kiugrik a bárány a kútból. Ugyan bizony, kiugrik az. De hát, hol van ez a kút? Akár hiszed, akár nem, ennek a fának az odvába van elrejtve a kút. Na hisz, faudóba se láttam még kutat. Hát most megláthatod, ha van merszed. Hogy micsoda, ha van merszem? Nem félek én semmitől a világon. Hogy is van az a varázsige? Elég sokáig tartott, míg Mackó uram bele tudta verni Ordaskoma vastag koponyájába a varázsigét, de annyira vágyakozott Ordaskoma arra a gyöngehúsú idei bárányra, hogy valahogy csak megtanulta. Azzal elindult a faudu felé. Mackó uram eközbe elbújt az egyik közeli bokorba, onnan várta, hogy mi fog következni. Uram, teremtőm, mi következett? Ahogy Ordaskon bedugta a fejét, ezernyi ezer méh boldult föl. Ahol érték, csípték, több száz fullánk fúródott belé. Kikapta a fejét, futásnak iramodott, miközben egyre jobban csak kiabálta. Burgo, targa, farga, kargas! Mackó uram elégedetten oda sétált a fához, miközben azt morogta magában. Rarga, vargas, merged, verge! Azzal kiszedte a tündérek kútjából az édes, illatos, lépes mézet, és mindegy cseppig megette. Így volt, mese volt, minden szava igaz volt.
Aki nem hiszi, járjon utána. Nagy örömünkre a mai rendezvényünk megnyitóján egy régi kedves ismerősünk, korábbi nefeles díjazottunk, idén Békésváros díszpolgára címmel kitüntetéssel büszkélkedő személy, Varga Sándor nyitja meg. Tisztelettel felkérem Varga Sándor urat, hogy mondja el köszöntő gondolatait. Együtt. Olyan jó látni titeket, aki nálam idősebb, sértődjön meg, hogy letegezem, de a szívem nyitottan várja az érdeklődő tekinteteket, és boldog vagyok, hogy ismét eljöttek azok, akik évek óta jönnek, vagy eljöttek olyanok, akik most először vannak itt, és biztos vagyok, hogy már a következőn is itt lesznek. Köszönöm a megtisztelő jelenlétét polgármester úrnak, megköszönöm a szervezőknek, a egyesület aktív, kreatív, fáradhatatlan tagjainak, hogy a mai napot hosszú fáradozással előkészítették, és keresik, hogy örömünket leljük mindabban, ami történik. A hátam mögött ízletes ételek készülnek, és várják az éhezőket. Gondolom, hogy mindenki azon törekedik, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Óriási dolog ez a hagyományőrző közösség munka. Nagyon-nagyon hosszú az a 14 esztendő, bár egy perc is a nagy történelmi szakaszban, de hogy mindvégig együtt maradt az egyesület, hogy mindvégig sikerült a legmagasabb igényességgel megjeleníteni azokat a csodálatos hagyományokat, kulturális értékeket, amelyek békési őseinktől maradtak ránk, és itt mindenki azon igyekszik, hogy azt adja, azt elevenítse föl, amit már valamennyien valahol talán ismerünk is, de azt mondta Kodály, hogy a hagyományokat ápolni és gyakorolni kell, mert az amúgy maguktól elvesznek. Ez az egyesület olyan célt tűzött ki maga elé, amelyet törvénybe iktatott. Így szól a törvény, az alapszabály. A cél szerint magyar hagyományok és kultúra megőrzése, terjesztése, hagyományőrző és kulturális programok szervezése, népi hagyományok és mesterségek ismeretének fenntartása. Igen, ezt a felvállalt nemes célt valamennyi egyesületi rendezvényen tetten érjük, hiszen évtizedeken, vagy másfél évtizeden át annyi sok és színes rendezvénynek örülhettünk. Nem csak a Ne felejts vigalom, hanem a piros lábas emlékére rendezett, emlékezetes rendezvények, nem beszélve az első, a legelső rendezvényre, a tök mulatságra. Ezeket mind számon tartják. Én részt vettem egy olyan csapatmunkában, amelyben külföldön jelent meg egy kiadványban a Békési Hagyományőrző Egyesület tevékenysége, kiemelten a tök mulatsággal. Miért is értékeljük, miért szeretjük ezt a napot, miért jövünk ide szívesen? Én zavarba jöttem, amikor megláttam, hogy hát nem az én ikonikus udvaromba fogok itt szólni önökhöz, hanem a szomszédban, ahol hasonló a környezet hatása, de ez a gyönyörű archaikus homlokzat, amely a tájházat jellemzi, az a szép hófehérség, tisztaság, azok a berendezési tárgyak, amelyek megtekinthetők, hogy az létrejött,
az Békésnek egy dicsősége. A szép emlékű, áldott emlékű Nemes Dénes barátom volt akkor a múzeumigazgató, amikor mind az iskola múzeum, mind a tájház megnyitotta a kapuit. Ezen a mai napon nagyon sok élményben lesz részünk. Nagy érdeklődéssel várhatjuk Szegfű Kata előadását a hagyományos, bocsánat, inkább a legendás szikszai cukrász munkásságáról, és hogyha igaz, akkor még bemutatót is láthatunk. Aki nem ismeri, az most fogja megismerni Berta Gyuri bácsit, akinek sajátos stílusa és iróniája egy kis előadásban ismét emeli a rendezvény színvonalát. Úgy gondolom, hogy izgalmas lesz, hogy mit mond Tarkovács István, Pista barátom, a kisgazdakör elnöke, arról, hogy mi lesz velünk, ha nem lesznek méhek. Ma a méz jegyében zajlanak az események, a tájékoztató hirdetményben mindenki láthatta, még ha némi változás is történt ezekben a programokban, ami hát a dolgok jellegéből következik. Olyan rendezvények voltak annak idején, kezdetén Békésen a Ne Felejts Egyesület jóvoltából, mint a adventi rendezvényekben való részvétel, azon kívül táborozás volt gyerekek részére, a tánc, a néptánc hagyományait is ápolták, énekes kultúrát is ápolták, és mindig lehetőséget adtak a kis óvodásoknak, hogy bemutassák tudományukat. Ma a nap végén Balogh Gáborné Annuska fogja a szokott módon röviden, tömören és bölcsen összegezni a munkájuk eredményességét. Ő az, aki alapítója volt ennek az egyesületnek, legalábbis a alapításban fő részt vállalt. Ő az, aki a Ne Felejts díjat is elindította útjára, és büszkén hordjuk mi fiúk ezt a mellényt, amely hát a Ne Felejts díjjal jár. Nagyon sok szeretettel búcsúzom, és köszönettel vagyok, hogy meghallgattak. Ne ígyünk, mert az esőtől sokkal többre volna szükség. Kedves vendégeink! 11 órától kezdődik a süteménykészítő versenyünkre nevezett finomságok zsűrizése. A zsűri elnöke Duma Anna Mária, mestercukrász, tagjai Kálmenné Kolorocki Zsuzsanna és Lagzi János. 12 órakor ebéd. A mai rendezvény ebéd kínálata csülökpörkölt tarhonyával, csavigamódra, mézes mustáros csirkemer rizssel, illetve öreg tarhonya lesz kapható. A jó ebédhez nóta szó is dukál. Itt lesz velünk Vígelek, aki tangóharmonikán játszik majd nekünk. Ebéd után 13 órakor a hölgyeknek kedveskedünk, hiszen méhészeti termékek az szépségápolásban címmel tart előadást Péterni Edit mesterkozmetikus. 13 óra 30 perctől aranykoszorús mézes kalácsos címmel tart előadást Szikszai Sándor hagyatékáról Szegfő Katalin újságíró, ezt követően pedig Dudás Mihály mézes kalácsos ütőfás mézes kalács sütő bemutatója következik. Ez 100 évvel idősebb, mint ez a rajz. Itt fordított a helyzet, mert ez az ütőfa, ahogy elkészült, Szikszai Sándor, ahogy meglátta, hogy ő is, neki is legyen ilyen mintája, csinált egy mintarajzot, látott, hogy itt kicserélte, és itt van az emblémája, hogy Szikszai Sándor, ami innen hiányzik a teteje, a kaptáros rész, az megegyezik meg a rozetta is. És így nem gyanúsíthatta meg senki se, hogy egy az egybe ellopta a mintáját. Ezt Rácz Ernő bácsi faragta,
most halt meg ebben az évben, februárban, a Tiszántúl egyik legtehetségesebb faragója, és ebbe elvétett egy hibát. Mikor ebbe bele sémítjuk a tésztát, ugye kifordítjuk ezek a negatíve, és akkor úgy derül ki. És itt, ahogy látod, a címernél merre dőr a kereszt mindenütt, és ezt elvétette, eltévesztette, mert mikor kifordítjuk, pont rosszul áll a címeren a kereszt. Ennek ez az értéke, hogy ez el van vétve. Kísérő rendezvényeink, szakácskönyv, cserebere, virág és mézvásárlási lehetőséget is biztosítunk, hagyományos kézműves vásár lehetőségét és játszóház Diószegi Eszterrel és Kati néni teázója hűtött mézes teját kínál. Büfé kínálatunk most is gazdag. Házi sütemények, ne felejts minyon, zsíros kenyér lilahagymával, óriás perec, valamint a közkedvelt kenyérlángos, mézes teja, szörp és fröccs várja kedves vendégeket. Most pedig következzenek a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde, Bóbita Integrált Tagóvoda, Pillangó csoportjának apróságai, akik népi gyermektáncot adnak elő. Felkészítői Klipptákné Szabó Zsófia, Vári Szabina és Egri Anikó voltak. Thank you.
Kedves vendégeink, a következő percekben Székszai Sándor hagyatékáról aranykoszorús, mézes kalácsos címmel tart előadást Szegfő Katalin újságíró, őt követve pedig Dudás Mihály mézes kalácsos avat be bennünket az ütőfás mézes kalács sütés rejtelmeibe. Fogadják szeretettel őket. Kedves vendégeink, mint tudják, a mai rendezvény a méhecskék által nekünk adott méz körül forgolódik. És hogyha a méz konyhai felhasználásáról beszélünk, akkor szólnunk kell a mézes kalácsról. A mézes kalács különösen annak az ütőfás formája, kimondottan magyar, hagyományőrző termék, és egyik kiemelkedő alakja Szikszai Sándor, aki városunkban működött. A mézes kalács egyidős a méz felhasználásával. A mézes kalácsos szakma egykor igen nagy megbecsülésnek örvendett. Elvált a cukrász szakmától, de azért szoros kapcsolatban maradt benne, illetve vele. A mézből kalácsot, cukorkát, italokat, süteményeket készítettek elsősorban. A mézes kalács mézből, lisztből és vízből kevert kása volt, amelyet forró kövön szárítottak ki. Ez volt az első mézes kalács. A magyarországi mézes kalácsosság kezdeteiről azt kell tudnunk, hogy az Árpádházi királyok idején a saját méhészettel rendelkező kolostorokban, majd a kolostorok körül kialakult településeken készítettek mézes süteményeket és italokat, amelyekhez szükséges fűszerekhez bécsi közvetítéssel jutottak el a mézes kalácsosok, ez már Mátyás király idejében volt. A 15. század kezdetétől a magyar területeken szokássá vált, hogy fából faragták a mézes kalács készítéséhez szükséges formákat. A több száz éves formák a reneszánsz, a barokk és a rokokó díszítések hatását őrzik. Ezeknek a formáknak a használatának az volt a célja, hogy a készítmények esztétikus külalakot nyerjenek és egységesek legyenek. Ezen kívül az ábrázolt jelek és alakok szimbolikus jelentéssel bírtak. Találkozunk a régi mintákon vallási motívumokkal, uralkodókkal, híres emberekkel, fejedelmi jelvényekkel és különböző foglalkozásokkal. A megmaradt verőfa az egyik legnemesebb iparművészeti kincsünk. Magyarországon az ilyen kivert mézes kalácsot debreceni néven ismerjük. Kétféle debreceni mézest készítettek, a festett és a vert mézest. A festett mézes felülete fényes, felületét íróglazúrral látták el, képecskékkel és tükrökkel díszítették. Szív, pólyás, huszár, bölcső és kard alakú mézest készítettek leggyakrabban. A debreceni vert mézes kalács formáját a már említett faragott faformákba belenyomkodták. Kiszáradás után kiborították és megsütötték, erre nem került semmi más, semmilyen díszítés. A mézes kalács tésztájának elkészítése régen nem olyan volt, mint manapság. Komoly fizikai erőfeszítést igényelt a méz felfőzése a liszttel nagy-nagy üstökben. A tészta érlelése pincékben történt. Volt olyan, hogy 10 hónapig érlelték a tésztát, de a legrövidebb érlelésű is 4-6 hétig állt a pincében. Ezt követte a formázás, az ízesítés, a nyújtás és az előkészítés a sütéshez. A kisütött tésztát a mesterek díszítették olykor, de nem mindig. Bevonatot kaphatott, elsősorban cukormázat, szalagot, virágot, tükröt. Sajnos ezt a fajta mézes kalács díszítést, készítést ma már nem nagyon használják. A folyamat lényegesen leegyszerűsödött. A mézes kalácsos mesterség Békésen hosszú ideig jelen volt, és még ma is vannak, akik megsütik az elődöktől átörökített recept szerint a mézes kalácsot. Ennek a művészetnek, mert ezt kell mondanunk, hogy művészet, a csúcspontját Szikszai Sándor életműve jelentette, akit a debreceni hagyományok folytatójának tekinthetjük. Tevékenysége arra az időszakra esett, amikor a parasztság, illetve a tehetős paraszt polgári lakosság körében élénk kereslet mutatkozott a termékei iránt. Szikszai Sándor 1884. február 8-án született Köröstarcsán. Családja nemesi származású volt. Ősei előkelő szerepet játszottak hazánk történelmében, elsősorban a vármegye hivatalnokaként láttak el fontos tisztségeket. Aztán a szülei egy árvízben elveszítették teljes vagyonukat. És bár szerették volna, hogy a fiúk örökölje a földet, és legyen földmíves, földbirtokos, a sorsa másképp alakult. 5 elemi osztályt végzett el, amikor munkába kellett állnia.
Szabó János esperes lelkész, a debreceni református tanítóképzőbe szánta a fiút, mert nagyon tehetséges tanuló volt. De nem így alakult. 17 évesen az ipar felé fordult az érdeklődése. Igen küzdelmes gyermekkort élt meg, amely békésen zárult le, ahová 17 évesen került Petneházi Lajoshoz, aki cukrász volt, és a híres debreceni Bódog Gyulánál szerezte meg ismereteit. Így aztán nagybátyja mellett cukrász és mézes kalácsos tanoncként tanult. Szakmáját az alföldi városokban tanulta ki, és mint fiatal segéd már is elismeréseket szerzett. Ekkor került Debrecenbe, és óriási szerencséje volt, mert Bódog Gyulánál kapott helyet, ott, ahol a nagybátyja is tanult, és nála sajátíthatta el a debreceni mézes kalács készítését és a minták kidolgozásának sajátosságait. Ő maga faragta magyar motívumai mintáit körtefából és diófából. Van egy fotó, amely ezt megörökíti, hadd mutassam meg önöknek, itt éppen Szikszai Sándor mézes kalács ütőfát farag. Ez pedig ő egy idősebb kori fotóm. Ez pedig a leghíresebb kép róla, a fagylaltja roppant híres volt. Erről még majd fogok beszélni. 1903-ban szabadult fel, mint cukrász, és 1908-ban önállósította magát. 1914-ben az Iparos Ifjúsági Önképző Egyesület alelnöke lett. Ekkor kapott behívót az első világháborúba, és végig is küzdötte azt. Hős tetteivel tűnt ki társai közül, több kitüntetést kapott. 1918-ban hazatért a frontról, szülei a háború alatt meghaltak. Később megnősült, gyermekük azonban nem született. Nem volt, akinek ilyen módon továbbadhatta volna a mesterségét. A Kossuth utca egy szám alatt volt műhelye és üzlete. Az idősebb békésiek még emlékezhetnek rá. Persze miután 1948-ban elhunyt, nyilván azok, akik 1948 előtt már mondjuk gyerekként éltek és emlékezhetnek rá. A napokban néhányan az idősebb ismerőseim közül felelevenítették, hogy fagyért csak is Szikszai bácsihoz jártak, akinek a mézes kalácsa már életében legendává tette őt. Ismerté országszerte és szeretetté helyben. A Kossuth utcai üzlete falát szinte elborították a kitüntetések és az oklevelek. És mint mondtam, 1948-ban, október 23-án hunyt el, 64 évet élt. A leghíresebb tárgy, ami hozzá köthető és ami igazából a nevét megörökítette a számunkra, az a mintakönyve. A Békési Múzeumban található ez meg. Ez a mintakönyv 100 féle mintát tartalmaz. És mint mondtam, az ütőfákat maga Szikszai faragta ki. Érdekesség, hogy az ő ütőfáin nem fedezhetők fel bibliai témák. Ez őt nem foglalkoztatta. Egyetlen egy kivételvel egy angyal motívum szerepel az egyik ütőfa tervezetén. A díszítmények jellegzetes eleme ugyanakkor a régi magyar címer a koronával, valamint a méhkas. Ez kizárólag a mézzel való készítést jelzi. Megjegyzem önöknek, hogy láthatnak egy kiállítást a bejáratnál lévő térben, és ott látható egyetlen egy darab eredeti szikszai ütőfa, amely éppen egy ilyen méhkast ábrázol, úgyhogy majd legyenek kedvesek, tekintsék meg az előadás után. Szikszai Sándor megkapta a mézes kalács, a mester cukrászi minősítést, és aranykoszorús mester is volt. Ezt a címet 1925-ben kapta meg. Ez volt a legmagasabb elérhető kitüntetés az ezen a pályán mozgolóknak. A Békés Vármegyei Cukrász, Mézes Kalácsos és Cukorka Készítők Szövetsége elnöki pozícióját hosszú éveken át betöltötte. A Cukrászok lapja 1930-ban az egyik számában egy grillás technikával készített varrógépének fotóját közli, amit Szikszai rakott össze, tehát varrógép. Egy másik lap egy asztali állólámpát mutat be, kartonra erősítve van az édesség, melyet karamellel fogott össze. Szóval egy roppant kreatív cukrásznak volt nevezhető. Mellette Szikszai egy jelenség volt, és a közéletben is aktív ember. Számos szakmai és társadalmi szervezetben vezető tisztséget töltött be. Tagja volt az ipartestületnek itt Békésen, benne volt a vezetőségben, sőt a Békési Ipartestület elnöki tisztét is betöltötte. A Békési Iparos Olvasó és Iparos Ifjúsági Önképző Egyesület alelnökeként és az Iparos Iskola Felügyelő Bizottsági tagjaként is dolgozott. Szeretett énekelni, és részt vett az iparos dalárdában. Igazán aktív közösségi életet élt.
A Magyar Néprajzi Társaság 1934-ben a társaság barátai közé felvette. Ez már önmagában is nagy elismerés. Ahogyan az is, hogy Vég József az ő tevékenységére alapozva írta meg a Mézes báb sütő minták a Tiszántúlon című tanulmányát. Már életében a néprajzosok hamar felfigyeltek rá. Mintáit gyűjtötték, leírták, méltatták. A néprajzi értesítő 1938. évi első számában Mézes bábjait és életművét mutatja be. Innen van igen részletes ismeretünk Szikszai egész életéről. És azt írják, hogy Szikszai a debreceni hagyományokat nem csak leírja, hanem tovább is fejleszti. Még a politika világában is megfordult. Megválasztották Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága tagjának, ezt ma úgy neveznénk, hogy Békés megyei önkormányzat közgyűlése. És a legszebb a Szikszai életműben az, hogy halála után 30 évvel, 1978-ban a hálás közönség a Fagyi Árusra és Mézes Karácsosra úgy emlékezett, hogy Ibrányban egy utcát nevezett el róla. Úgyhogy a Szikszai Sándor utcában élők ezt tudhatják, és szerintem minden békésinek ismerni kellene Szikszai életművét és nevét. Mint említettem, a mintakönyv 1938-ban jelent meg. 100 darab ütőfa termezetet tartalmaz. Ezek többsége feltehetően fából el is készült. A könyvben szereplő 29 féle minta közül a mézes tányér 22 változata és a szív 12 variánsa együttesen a minták mintegy egyharmadát kiteszi. Ekkoriban szeretett és keresett forma volt a huszár, a katona, a ló, a kard, a pisztoly és a pipa, mint férfi témák, és hagyományosan nőknek szólóak a virágkosár, a leányanyag, a leányalak, a pólyás baba és a bölcső. Ezek mellett újak is megjelentek a mintakönyvben, és ez mutatja, hogy milyen kreatív volt Szikszai. Ilyen például a kéményseprő, a cukrász, a táncoló lány, a divathölgy, vagy akár az autó a benne ülő úripárral. Szikszai nagyon tehetséges fafaragóként számos népművészeti ikletésű, gazdagon díszített tárgyat szintén készített, amelyeknek tervezete, illetve a kész munkákról készült fényképek a mintakönyvben, mint egy mellékletként, ugyanúgy benne vannak. És nagyon röviden szeretnék még szólni a magáról az ütőfáról és a bábsütő munkáról. És azután együtt majd megnézzük, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban Ludás Mihály kezenyomán. A tiszántúli mézes kalácsosok formának vagy ütőfának nevezik azokat a mintegy 2-3 újnyi vastag, homorúan vésett díszítésű fatáblákat, amelyekben a mézes kalácsosok domborműves ornamentikáját megmintázták. Legalkalmasabb a körte vagy a diófa volt. A legkiemelkedő mesterek saját maguk, vagy ha ügyeskezű segédhez jutottak, akkor velük együtt végezték el a mintafaragást. Olykor előfordult, hogy rézmetszőkre, ötvösökre, faszobrászokra bízták ezt a munkát. Egy jól elkészített minta, forma, ütőfa igen tartós, akár több mestert is kiszolgált. Szikszai már a békési tanulói éve alatt elsajátította a debreceni metsző stílust, mint említettem, Petneházi Lajosnál, illetve Bódog Gyulánál. Az Alföldön a debreceni mézes kalácsosság jelképének számító tányér terjedt el a leginkább. Díszítménye jellegzetes eleme a régi magyar címer a koronával és a mékas. Az aprólékos, finom megmunkálás szinte csipkeszerű kidolgozást eredményezett. Minél finomabb a minta, annál díszesebb, amit kivernek belőle, annál díszesebb a mézes kalács, annál többet ért és annál többre tartották. A bábsütő, más néven bábos vagy mézes kalácsos, elkülönült a sütőt, elkülönült a péktől, és körülbelül a 15. század során honosodott meg önálló mesterségként. Később saját céhet is alapítottak. Leggyakrabban használt alapanyaguk a méz, a liszt, a cukor, a tojás, a víz, a tej és a fűszerek voltak. Néhány alapművelet. Hogyan is készül ez a bizonyos termék? Kavarófával a kavaró teknőbe szitált lisztet a megfelelő arányban mézzel összekeverik. Egy napi pihentetés után törőpadon meggyúrják, utána kisebb darabokra vágva tovább gyúrják, kis hasábokat alakítanak ki. Ezeket a nyújtófával laposra nyújtják. Ezt követi a kiverés. A megfelelő hosszúságúra, nagyságúra vágott tésztát az ütőfába
tehát a formába belenyomkodják, a tenyér húsos részével beleverik, és hogy tehát ott átvegye, felvegye a mintát, majd kiborítják, és szárító állványra teszik. Ott pihen egy napig. Utána teszik sütőlapra, tepsibe, és a sütőlapáttal az előre felfűtött kemencében egyenletes parástűz mellett a tepsik megszabott sorrendjében kisütik. Hát ha minden igaz, ezt fogjuk látni, legalábbis gondolom, hogy az utolsó egy-néhány munkafázist Dudás Mihály mézes kalácsos bemutatja nekünk. Én még sosem láttam ilyet, de szerintem Békésen még kevesen láttak, mert hogy nem divat ezt most már csinálni. Szikszai Sándor nevét a Békési Iparosság aranykönyvében jegyzik. Érdemes minden békésinek megismernie. És röviden, zárásképpen szeretném elmondani önöknek, hogy hogyan vélekedett Mikszáth Kálmán erről a szakmáról. A mézes kalácsosság a legszellemesebb mesterség. Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézes kalácsos, inkább poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra készteti az arcokat a süteményeivel. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, hogy mindezt végighallgatták, és talán egy picit jobban megismerték Szikszai Sándor életművét, amelyet most meg is ismerhetünk, legalábbis utólagosan, és milyen jó, hogy van Békésen egy olyan mézes kalácsos, aki ismeri még az ütőfás mintázat készítését, és el is tudja készíteni a mi számunkra. Úgyhogy kérem, hogy velem együtt tekintsük meg itt a hátsó régióban mindazt, hogy hogyan készül az ütőfás mézes kalács. Köszönöm szépen! Mindenek előtt szeretnék egy fafaragókkal megismertetni önöket, mert ha fafaragók nem lennének, akkor a mai mézes kalácsosok már nem faragnak, mert nincs idő. Az egyik, akit szeretnék, egy békési fafaragó, akiről nem igen tudnak itt a városba, azt úgy hívják, hogy Fábián Laci bácsi. Valamikor nagyon nagy művész volt a 80-as évek közepén. Most már nem is ismerik. A másik, akit szeretnék, Rácz Ernő, egy szekhalmi fafaragó, ő vele együtt kezdtük. Rengeteg fát faragott nekem, a kiállításon lehet látni. Sokat dolgoztunk együtt, és ő, mint fafaragó, kitanulta a ütőfás mézes mesterséget, de nem szerette csinálni. Rengeteg fát zsűrizett, rengeteg mézes kalácsot vitt föl, egyik sikerrel, másik nem sikerrel. A mai mézes kalácsosság egyetlen egy mézes kalácsosról ismerek, de ő se él ebből, aki farag is és süt is, a Sót Melindának hívják, aki a Dunántúlon lakik. Itt per pillanat Magyarországon többet nem ismerek. Ez egy kihaló félbe levő mesterség, és akkor most kezdjük el, ami egy szép mesterség, és kezdjük el, hogy hogy működik ez a dolog. Először is meg kell csinálni a tésztát. Ezt a tésztát csütörtökön este csináltam. De a könyvek úgy szólnak, hogy Erdélybe megcsinálták a tésztát, beletették ládákba, és elásták jó mélyre, és hónapok múlva szedték föl. Na most én 40 éve csinálom, de ilyet nem csináltam még. Nem tudom, hogy hogy néz ki a tészta, de az erdélyiek, mert én sokat voltam kint Erdélyföldön, azt mondták, hogy jobb, mint amit mi csinálunk. És meg is láttam, kóstoltam is belőle, hát ők teljesen máshogy csinálják, mint mi. Na most a lényege az egésznek, amikor a tésztát megcsinálják, majd elmondom, hogy beteszi egy vajlingba, vagy valamilyen edénybe, le kell takarni liszttel, van, aki nájlonnal takarja, én lisztet szoktam rászorni, hogy amikor egy-két nap múlva süssük, ne száradjon ki a teteje. Mert ha kiszárad, akkor már nem úgy néz ki a dolog, ahogy ki kéne nézni. Na most nagyon kell vigyázni a tésztára, mert ilyen melegbe, mivel az összetétele nem egyezik a rendes mézes kalács tésztájával, hanem teljesen más az összetétele. És majd kíváncsi vagyok itt is, hogy hogy fog alakulni. Receptet tőlem ne kérjenek, mert azt szokták mondani, hogy
Megcsinálom úgy, hogy az a mézes kalácsos csinálta, és mégse tudom megcsinálni. Nem is fogja tudni megcsinálni, mert elég hosszú, sok gyakorlat kell hozzá. De annyit mondok, én a mézes kalácsot, a debrecenit úgy csinálom, hogy 10 kilóba mondom, le lehet vetíteni kilóra, dekára, akkor legyen kiló, 1 kiló cukor, 1 kiló krumpli cukor, és 1 liter víz. Ez a titka mindennek. Sokan kérdezik, hogy krumplicukrot hol tudok szerezni. Hát itt kint sarkon árul egy néni, annak van krumplicukorja, ő békési. Na most a lényeg az, hogy fölteszi ezt az 1 kg cukrot, 1 kg krumplicukrot, 1 kg cukrot, és addig forralja, amíg fel nem for. Amikor elkezd habosodni, abban a pillanatban elzárja a gázt, vagy ami melegíti, és kijönti. Hagyja hűlni. Na most, amiért nem szokott sikerülni az embereknek, amikor keveri a liszttel, mindig kérdezi tőlem, hogy hány fokos, amikor keverem be liszttel. Nem tudom. Azt sem tudom, hogy a kemence hány fokos. Ujjal megnézem, és az én ujjam azt mondja, hogy langyos, akkor bekeverem. Na most jön a következő kérdés, hogy mennyi lisztet teszek bele? Nem tudom. Ugyanis annyi lisztet teszek bele, ameddig látom azt, hogy a tészta ilyen lágy. Nem kemény, nem puha, hanem ilyen, hogy az ujjamat beleteszem, és puha. Na most elő szokott fordulni, amikor nem jól kavarom be, mert még én is tanulom, hogy melegen kavarom be, akkor amikor nyújtom, szakad a tészta, nem tudom megcsinálni. Ha hidegen kavarom be, akkor meg ugrik a tészta. Amikor kinyújtom, összeugrik. Na most ebből én tegnap este sütöttem egy pár dolgot. Az sikerült. Majd most meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Na most a másik dolog, sokan azt mondják, hogy a liszt minősége is függ. Igen, függ a liszt minősége is. Egyre rosszabb a lisztnek a minősége a mézes kalács tésztához csinálni. Valamikor itt Békésen volt egy malom, mivel hogy én 40 éve csinálom, én mindig onnan hoztam a lisztet. Nagyon jó lisztjük volt. Aztán ugye megszűnt. Aztán elmentem az István malomba. Ők nekik is nagyon jó lisztjük volt. Aztán megszűnt. Most már olyan liszttel dolgozunk, amilyet kapunk. És akkor azt mondom, hogy elkezdem. Sokat kell hozzágyúrni, de ha nem lágy a tésztája, és nem gyúr hozzá itt a gyúróasztalon, vagy otthon a konyhába, akkor úgy jár a tésztával, hogy a következő fázisban, amikor bele fogja nyomni az ütőfába, nem fogja kiadni a mintáját. Ki fogja adni, de borzalmas erőfejtés kell hozzá. Mindig arra törekszek, hogy a tészta ne legyen se kemény, se puha. Ez egy érdekes megfogalmazás, de muszáj, hogy az ember eltalálja azt, hogy milyen az állaga. Na most, amikor érzem kézzel, hogy körülbelül elég, akkor elkezdem kinyújtani, de a nyújtás az úgy van, még mindig kell, mert ragad a nyújtófához, ragad a nyújtódeszkához, még mindig kell. És olyannak kell lenni a tetejének, hogy tudjam azt, hogy sima a teteje, mert amikor beleteszem az ütőfába, és véletlenül valami belekerül, akkor már az ütőfába teljesen más mintát kapok. Na most, ha így tenném bele az ütőfába, ugye látszik, hogy nem jó, nem sima. Még gyúrok hozzá,
De már láttam, hogy ez a tészta összefog. Lesz egy átka neki, hogy amikor kinyújtom, ez lehet, hogy a melegtől van, nem tudom, de melegtől van. Hiába nyújtom, megy össze. Na most erről beszéltem, hogyha a tészta, amikor beleteszi a lisztet, hideg, akkor így jár a cukrász, hogy megy össze. Ha melegen kavarja bele, akkor amikor nyújtom, akkor itt szakadna a tészta. És nem tud bele dolgozni. Na most úgy érzem, hogy még mindig kell hozzá liszt. És addig gyúrom, amíg a nyújtófa mutatja meg azt, hogy most már elég, mert nem ragad a nyújtófához. Még mindig nem jó, mert a nyújtófa felszedte. Sokan azt mondják, hogy jaj, hát ez egyszerű dolog, meg tudom csinálni. Igen, de lehet, hogy kell hozzá pár begyúrt tészta, pár száz munkaóra, amíg azt mondja, hogy elfogadható a termék. Mikor tetszik a mézeddel? Az már benne van. Már úgy kezdtem, hogy fölteszek 1 kiló mézet. Bocsánat, hú, akkor még egyszer. Nem, akkor 1 kiló méz, 1 kiló krumplicukor, 1 kiló liszt és 1 liter víz. Mindenből 1-1 liter, ami azt jelenti, hogy 4 fél. Bocsánat, hogy ez kimaradt. Na most a krumplicukorral vigyázni kell, mert ugye a krumplicukrot darabokba árulják, föl kell törni és úgy beletenni, amikor főzi a tésztát, mert ha nem darabokba teszi föl, akkor sokkal később fog följönni, és darabos marad. És mindig apróra kell törni a krumplicukrot, egy gloffolóval, vagy ami van otthon. Én biztos vagyok benne, hogy aki ki fogja próbálni, előbb-utóbb sikerülni fog neki, de hogy előbb-utóbb, mikor? Na most a másik, hogy a tésztának miért kell az, hogy ne legyen lágy és ne legyen kemény, mert amikor beleteszem az ütőfába, járok én is sokszor úgy, beleragad az ütőfába. Erre föl azt mondják, hogy miért nem teszek az ütőfába lisztet. Ha lisztet teszek az ütőfába, akkor már nem adja ki a mintát. Na most mondjuk, még mindig nem jó. Na most tudtam volna olyan tésztát csinálni, amit nem kell annyit gyúrni, de be akartam mutatni, hogy ha keményebb a tészta, és nem kell itt annyit gyúrni, akkor teljesen máshogy viselkedik, és amikor beleteszi az ütőfába, majd meglátják, és kiveszem az ütőfából, akkor összemegy a tészta. Na most lehet, hogy mivel teljesen más a tészta, mint a mézes kalács, még egyet elfelejtettem mondani, hogy ebbe szigorúan tilos bármilyen fújtatószert, itt szalagárért vagy akármi beletenni, mert ha az eredeti, vagy a mézes kalácsba ugye beletesszük, igen, de ha ebbe beleteszi, abban a pillanatban nem adja ki a mintát sütéskor. Igen, föl fog emelni. Igen. Na most próbáltam olyan eszközöket hozni, ami a korhűhoz, meg a régi dolgokhoz
Azt mondom, hogy a tésztát olyan vastagságra tesszük körülbelül, mint ahogy itt a forma mutatja. Na most ez a vastagság. És én úgy gondoltam, hogy először csináljuk meg a szívet, mert a szívbe sokkal szebben fog látszani, mint ebbe. Na most itt vannak a kiszúrók. Ez a kiszúró, ami a kezemben van, hát ez 1900-as évek. Én egy 85 éves cukrásznénitől kaptam a 80-as évek elején. Ő is dolgozott vele, én is dolgozok vele. Nem azért van celluxol körbe vonva, hanem azért, mert már elengedte, és hogyha egy modern valaki hozzányúl, az már nem az igazi. Na most azt mondjuk, hogy ennek van egy közepe. Ez tulajdonképpen én nem szeretem azt, hogy vásári mézes, mert a mai nap azt mondják, hogy vásári mézes. Nem. Nem vásári mézes, hanem piros mézes és ájzolt mézes. Ez arra szolgál, hogy a piros mézesnek a tükörje. Amikor kiszúrom, ugye keletkezik egy lyuk, és oda tesszük a tükröt. De itt, mivel hogy nincs benne tükör, szépen óvatosan ráteszem, és szépen óvatosan körbe teszem. Igaz, hogy látszik, látszik a tükör, de nem ezt fogom beletenni, hanem a másik oldalát. Na most a lényeg az egésznek, nem hoztam, most már otthon hagytam. Most jön az, ugye a liszt. Legyen rajta liszt, de ne legyen rajta sok. Ezen az oldalon is legyen liszt, mivel hogy ezt fogom nyomkodni, és a kezemhez fog ragadni. Ha nem teszek bele lisztet, egy picike lisztet, akkor nem ragad a kezemhez. Most behelyezem a szívet, és azt mondom, hogy ez a mindenese, a lelke az egész dolognak, hogy a mézes kalácsos hogy nyomja bele, jól belenyomja, vagy csak immelámmal. Na most a szívnél van egy olyan dolog, hogy ide szoktam tenni egy kis tésztát, mert süléskor egy picikét szétsül, és ha nem teszem ide, akkor itt fogunk kapni egy elválást. És nyomkodom. És most jön az a dolog, amikor kivesszük. A szívnél mindenki máshogy szokta kivenni. Én úgy szoktam kivenni, hogy itt megkezdem, és ugye látszik, hogy még kellett volna bele gyúrnom lisztet, mert nem jön ki a tészta. Nem jön ki, mert nagyon csúnya lesz. Még kellett volna belegyúrnom. Jó, tehát meleg van kint is a 30 fokban. Nagyon csúnya. Meleg, szabad levegőn. Jó, az nagyon. Nagyon csúnya, de a következő jobb lesz. És akkor megigazítja. Na most megmondom, miért lesz csúnya. Sütésnél ez a része fog látszani, és ez ahol hozzáértem késsel. Mert muszáj voltam hozzáérni, hogy kijöjjön. Mi azt jelenti, hogy még gyúrni kell hozzá. Na most jön az a dolog, hogy tepsibe tesszük. Ezek a tepsik, azért hoztam őket, hogy ez a 900-as évek elejéről való tepsik. Olyan háború utániak.
Én ebben végig dolgoztam 43. évemet, és akitől kaptam, az is dolgozott, hogy 30 évet vele. Csodálatos dolog, de... És bírja. És az is. Ez a lényeg. Na most sok háziasszony, vagy sok ember zsírpapírt tesz alá, és avval csinálja. Én nem szeretem a zsírpapírt, soha nem is használtam. Amit itt tartok a kezemben, meg fognak lepődni, parafinolaj. Gyógyszertárban lehet kapni, és avval szoktam bekenni a tárcát. Na most, ha nincs parafinolaj, akkor jó a rendes étolaj is. Én nem mondom azt, hogy nem jó. Hogy? Az is jó. Az is jó. És akkor jön a következő, hogy belisztezem a tárcát. Ugye, ahol látom, hogy a liszt nem ragad meg. Volt olaj. Volt olaj, csak kevés, de nem probléma. Mert oda hagyok egy kis lisztet, hogy ott maradjon. És akkor elkezdjük, hogy rátesszük szépen. És akkor jön a következő. De mivel hogy tapasztaltam azt, hogy még mindig kell hozzá gyúrni, megpróbálok még egyszer gyúrni hozzá. Még mindig felveszi a tésztát a nyújtófa, még mindig kéne hozzá gyúrni. De megpróbáljuk. Na most a másik, hogyha így járunk az ütőfával, ezt mindig a következőnél le kell kaparni, mert hol biztos, hogy bele fog ragadni. Ugye akkor azt mondjuk, hogy jön előről minden. Kiszaggatni. Ha nincs benne a mézes kalács tükörnek való, akkor könnyebb, de én direkt azért hoztam ilyen formát, hogy lássák azt, hogy ezek nem mai dolgok. És akkor beletesszük egy kicsikét nagyobb, a tészta magasabb, de szétnyomkodom, és akkor nem lesz olyan magas, na most arról ne feledkezzünk meg, hogy ez az oldala egy kicsikét lisztes legyen, mert máskülönben odaragad a kezéhez, és fölhúzza az egész tésztát. Jó a meglátás, de hogyha evel csinálom, nézze meg, mi történik. Meg a szélén. Így van. Látja? Látja, mit csinál? Nem, jó a kérdés, azért mutattam meg. Sokan ezt mondták nekem, amikor a műhelyben dolgoztam, és jöttek az emberek nézni, hogy miért nem így csinálom. Hát ezért. Most ennek a tésztának... Lehet. Volt, aki akart nekem csinálni egy ilyen szív alakú prést, hogy majd ő csinál olyat. Meg is csinálta. És amikor elkezdtük csinálni, akkor rádöbbent, hogy ez nem így működik. Közben nyomjuk a szélét a szíjával. Így van. Most... Szipszainak sokkal nagyobbak voltak a mintái. Tehát nála a tányér nagy volt. Így van. Így van. Tehát nála neki sokkal nagyobb erőt kellett kifejteni. Ezért csinálta a tenyerével, nem? Igen.
Csak a Szikszainak az idejében, hogyha kitett valaki egy akkora szívet, vagy egy akkora tányért, és azt mondta neki, hogy 5 forint, akkor az 5 forint. Most, hogyha ott vannak bent formák, van egy ekkora nagy, egy nomád lovas. Ha én azt kitenném ide a sátorba, és azt mondanám, hogy 3000 forint, akkor azt mondanánk nekem, hogy na. Igen. És akkor a rátszernő, akiről volt szó, sokat beszéltünk, sokat dolgoztunk együtt, azt mondtam neki, hogy nekem kicsit haragjál. Mert a kicsit még el lehetett adni, mondjuk 2006-ban. Most már azt se lehet eladni. Hogyha csinálok ilyen mézes kalácsot, ezeket szoktam csinálni, mert ezeket még kérik az emberek, hogy egyék, de például ezt a szívet már nem. Megváltozott a világ, megváltoztak a gyerekek, megváltoztak a szerelmes párok, és akkor most jön az a dolog megint, hogy vagy kijön, vagy nem jön ki. Hát ez megint nem fog kijönni, ez éppen azért nem fog kijönni. Nem, mert rányomtam. Így van. Így jártam. Nem, ezt meg kellett csinálni. Akkor azt mondja cukrász, vagyis a mézes kalácsos, mert a cukrász az nem csinál ilyet. Oké, elszúrtam. Jöhet a következő. Most már bízok benne, hogy ki fogom tudni szedni. Már már gyúrtam hozzá eleget. Na most még egyszer mondom, azért csináltam ilyen light tésztát, mert lehet keményebbre is, csak nem biztos, hogy ilyen szépen ki fogja adni a mintát. És akkor megfordítom, teszek hozzá egy kis lisztet. Erre az oldalára nem teszek. És ez is, hogyha látják, az előbb nem ekkora volt, összeugrott. A nagy melegtől. Ez a tészta, amit mondtam, elég kényes tészta. És hogyha lenne rá időm, és itt kinyújtanám a tésztát, és azt mondanám, hogy beszélgessünk, hogy ígyunk meg egy sört, és itt hagyom a tésztát, és utána még nyújtanék rá egy kicsit, mondjuk egy 5 perc múlva, akkor már jó lenne. De mivel nincs idő, így azt kell csinálni, ami van. Megint jön a... És lám, most már úgy néz ki, hogy jó a tészta. És gyönyörűen kijött. Na most ugye, ha igényes akarok lenni, akkor leszedem a szélét, ha nem, akkor nem. Nyújtok egy kicsit a közepén, és már is szebb, mint az első. Kaptam egy ajánlatot, hogy legyek vatacukros. Volt itt Békésen egy srác, aki akkoriban vatacukrot gépet csinált, és mondtam neki, hogy te már úgyis elköltöztél, nem egy csinálnál nekem egy vatacukrot. Azt mondta, hogy csinál, miért ne, egy gépet. Akkor csinált, és elkezdtem vatacukorral járni az országot. De összeismerkedtem egy orosházi emberrel, aki akkor mézes kalácsokat csinált, hosszú cukrot csinált, nyalókát csinált, stb. És az ember azt mondta nekem, hogy úgy apránként megtanít engem erre a dologra. És igen, úgy apránként megtanított. És akkoriban, ugye nem úgy ment a mézes kalácsosság se, meg a cukorkészítés se, hanem műhely kellett hozzá. Na most hozzá láttunk a feleségemmel műhelyt csinálni.
Ugye, hogy egyre szebb és szebb. Na most, hogyha ez egy gyors munka, amit csinálunk, mert gyorsan kell csinálni, ha zsűriztetni csinálja az ember, népművészeti zsűribe viszi, máshogy dolgozik. Mások a feltételek a műhelyben, mint itt szabad téren. Majd a sütésnél ez az a mézes, amit beteszünk a sütőbe, és megnézhetjük fél percenként, 10 percenként, akkor se lesz baj a tésztának, mert nincs benne fújtató. Ha most amíg mézes kalácsban fújtató van, ugye nem tudjuk megnézni, mert ha kinyitjuk a sütőt, összemegy, mert van benne fújtató. Na most ott is az a lényeg, hogy milyen tésztával dolgozik. Lágyjal, keménnyel, mert ha lágyjal dolgozik, akkor még jobban összemegy. Na most ezt házi asszonyok gondolom tapasztalták a tortánál is, hogyha ránéznek és nincs megsütve, nem szabad kinyitni. Na most ennél ki lehet? Jó napot, jó munkát! Köszönjük, megvan. Már látom, hogy ugrott a tészta, ahogy kinyújtom, ugrik a nagy melegtől. Na most a lényeg az egésznek, ahogy elkezdtem, hogy a tésztát olyanra gyúrjuk, olyanra csináljuk, hogy ne ragadjon bele az ütőfába, mint a második tésztánál jártam, de ott más miatt ragad be. De aki kezdi, annak általában sokszor be szokott ragadni. És nagyon-nagyon óvatosan, rettentő óvatosan kell vele bánni, és megfogom, és jön kifele. Ott valami belement a tésztába, és akkor azt mondom, hogy... Na most én azt mondom, hogy ne húzzuk tovább az időt, hanem tegyük be a sütőbe, és lássuk, hogy mit fog mutatni. Na most én úgy érzem, hogy idő hiányában, vagy ha mégis itt maradnak, akkor ugyanaz a művelet a tányérra. Na most a tányérnak az a lényege, hogy vékonyabbra kell nyújtani, mint a szívet, mert maga alapból mutatja, hogy igen. Na most ez arra készült, hogy egyék az emberek. Ez arra készült, hogy dísz legyen. Ebbe 4-5-öt szoktunk tenni egy csomagba, és ennek az íze olyan, mint a kex, ropogós. Mennyi ideig fogyasztható? 100 évig. 100 évig. Én kisütöm a mézes kalácsot, kisütöm ezt, a feleségem díszíti azt a piros mézest, amit ott kint látnak. Én nekem fogalmam sincs, hogy ő hogy csinálja, mert nem érdekelt, mert nincs rá időm. Én amikor kisütöm az ő tésztáját, ő lekeni, kidíszíti, addig én vagy ezt csinálok, vagy kókusztekercset, vagy valami mást, vagy valami mást. Na most ez így ment hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és a régi mesterembereknél is, akiket én utána olvastam, mindegyiknél ez volt, hogy a férfi csinálta a nehezebb munkát, a nő pedig leült és díszített. A mai korban azt mondják, hogy írókázott. Hát jó, legyen írókázott. Felégem az már jó. Na vedd ki, vedd ki. Oda tegyed a tepsire. Az már jó. És akkor most jön az. Mindent lekeni? Igen. Aha.
Azért mondom, hogy az tojás tehérjével is lehet. Akkor fényes. De akkor fényes, de akkor, akkor azt mondom, az hogy... Lezárja. Meg de ez olcsóbb, ez jó. Nem, le is zárja a pórusokat, máshogyan törik is. Ez nem az utolsó fázis, nehogy ne lessenek tévedésbe. Hát? Még jön valami dolog, és aki megmondja nekem, az ügyes házi asszony. Aki megmondja nekem, hogy mi következik ezután. Hát mert... tudok hozzányúlni, hogy kihűljön. Az jövőre is eljöhet. Az jövő, így van. Így van? Mert ha hozzányúlok... De megváltozott a színe. Meg, persze. Igen, hát a méz az méztől van ilyen nagyon szép színe. Hogyha nem barnul meg, akkor tudjuk, hogy nincs benne méz. Persze, így van, világos. Azt meg se eszem, meg se veszem, hogyha nem... Na most még egy dolog, a krumpli cukorra vissza... Minden? Nem, virágméz. Virágméz, és az a legjobb, a Magyar Élelmiszer Egészségügyi Könyv előírja, hogy kristályos virágmézzel lehet mézes kalácsot csinálni. Érett mézzel. Nem, lehet avval is, de... Értem, csak hogy... Lehet, meg akácmézzel is lehet, mert... Hogy rá csak kell szedni ilyenkor? Nem. Na most, hogyha én ezt kiveszem, maga megeszi? Igen. Meg? Hát én nem eszem meg. Annyira meleg ez, hogy olyan... Nem, csak sajnos otthon hagytam az utolsó fázis, de mindegy, megmutatom. Ne csigázzam, már borzasztóan izgatom, egyszerű. Mit csinál vele. Hát így megeszi. Nem, már lecsepeli róla. Így van. Na de hát is. Én nem listán sütöm, úgyhogy akkor én ezt hát akkor nem. Fölmentést kaptam. Oké, okay, jó. Háború esetén meg ezt. Zsírpapírral, ugye? Igen. Én gyűlölöm. Hát, sütőpapír. Tudod, a profit mindig máshogy. Na ezt ugye mindet. Az apró betűs részekben. Igen, nehézséget keresik a profik. Vannak itt műveg a... És akkor egy ecsettel? Nem, kefével. Kefével. De... Vizes. De már az meg olajos. Hát a kefém ez otthon hagytam. Bassz. Ruhával is vele. Ruhával is, igen. És akkor hagyni kell, hogy megtalálod. Hát köszönjük ezt a nagy élményt.